Budapesten fogták el a július óta keresett úgynevezett nigériai csalókat a hajdubihari rendőrök. Magyarországon először csaptak le ilyen aktívan tevékenykedő csoportra. A nigériai csalások során az elkövetők valamilyen megtévesztő kommunikációval, jellemzően e-mailben pénzutalására veszik rá az áldozatukat. A sértettek között volt olyan is, akitől 70 millió forintot csaltak ki. A hajdubihari rendőrök három külföldi férfit és egy magyar nőt fogtak el, akik a gyanú szerint világszerte szedték áldozataikat. A hálózat tagjaival szemben különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt indult eljárás.